Az orosz-ukrán konfliktus egyik legfrissebb negatív megnyilvánulása az európai országokra nézve a gázcsapok elzárása az oroszok részéről. Lengyelország, Bulgária már érintett a problémában. Közös a két országban, hogy mind a ketten elutasították a rubelben való elszámolást a Gazprom irányába, és mind a kettő ország esetében a múlt héten lett volna esedékes az első rubelben történő törlesztés, fizetés. És mind a kettő ország esetében egyébként érdekes, hogy az idén jár le az a szerződés, amely erre az időszakra biztosította a gázszállításokat. Ebből több következtetést is lehet vonni. Az egyik az az, hogy Oroszország, ahogy szokás mondani, egyértelművé akarta tenni, hogy elmegy a falig, hogyha szükséges, akkor betartja azokat a szankciókat, válaszlépéseket, amelyeket az európai országokkal szemben végrehajt akkor, hogyha a rubelben fizetés nem teljesül. A másik az az, hogy ezt fokozatosan teszi meg, hiszen mind Lengyelország, mind Bulgária esetében a gáz felhasználása a villamosenergia előállítás esetében 5% körüli, és a teljes energiamixen belül sem túl meghatározó. Lengyelország esetében ez kicsit komplikáltabb, hiszen ott az energia, a villamosenergia előállítás esetében alacsony az arány, de a lakossági fűtés esetében magas. Emiatt okozhatna problémát, de Lengyelország számos határkeresztező kapacitást épített ki, és épít ki jelenleg, tehát a lengyel kormány az tudja szavatolni az ellátás biztonságot az év végével. Litkei Máté, a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének igazgatója pécsi előadása során értékelte a helyzetet Magyarországra nézve is. Magyarországnak azt gondolom, hogy föl kell készülni akár a legrosszabb esetűségre is, de ez nem azt jelenti, hogy ez a legrosszabb esetűség be is következik. Ez egész egyszerűen annyit jelent, hogy elővigyázatosnak kell lennünk. Én azt gondolom, hogy a magyar kormány egy elővigyázatos politikát folytat, és minden olyan intézkedéstől tartózkodik, ami az ellátás biztonságot veszélyeztetné. A szankciók kiterjesztése az energiaszektorra nem véletlenül volt egy ilyen vörös vonal a magyar kormány részéről, hiszen ezeknek már a puszta belengetése is fölverte a piaci árakat, hiszen az energiakereskedők ezt a kockázatot beáraszták, és magasak voltak az energiaárak. És az energiaszektorra való kiterjesztése ezeknek a szankcióknak azzal is járt volna, hogy számos európai gazdaság egész egyszerűen összeomlott volna, hiszen nagyon nagy a kitettség az orosz gáz irányába, akár a balti országokat nézzük, Magyarország esetében is ez a helyzet, de például Ausztria esetében is nagyon magas az orosz gáz irányába történő kitettség, hasonló egyébként a kép az olaj esetében is. A szén az kicsit más történet, hiszen az Európai Unió egyik legnagyobb beszállítója ugyan Oroszország, de a szén használat az csökkent az elmúlt időszakban, és vannak nagy szénkészletek például Lengyelország tulajdonában. Így gyakorlatilag a széntől való megválás, ami szankciót már az Európai Unió eldöntött és az év végével be is vezet, az kevésbé érinti az európai gazdaságot. A másik két említett szektor, tehát az olaj és a gáz esetében sokkal komolyabb európai gazdasági hatásokra kell készülni, így az ezen szektorokban történő embargó az mindenképpen kerülendő, és a magyar kormány például ezért képviseli ezt az álláspontot. Az elmúlt években több válságot kellett megélnünk, kezdve a klímaválsággal, majd a koronavírus járvánnyal. Napjaink legaktuálisabb témája pedig az orosz-ukrán konfliktus, amely egyelőre beláthatatlan következményeket is okozhat a világgazdaságban, geopolitikában. Felmerül a kérdés, a klímapolitika fel- vagy alulértékelődik a következő években. Mindegy lesz vajon, hogy milyen energiahordozókat használunk, vagy éppen ez az időszak hozza meg a zöld energia felvirágozását. Többek között ezekre a kérdésekre igyekezett megválaszolni az előadó. Az Európai Uniónak gyakorlatilag a 90-es évektől folyamatosan törekvése volt, hogy függetlenedjen az orosz energiaszállításoktól. Ez korábban egész egyszerűen gazdasági racionalitás volt, tehát hogyha nagyon kitett egy országközösség egy irányba, akkor ármeghatározó szerepe van annak az egy importőrnek. És az Európai Unió gyakorlatilag az energia kétharmadát, a földgáznak a kétharmadát, azt Norvégiából és Oroszországból importálja.
Ez bizonyos esetekben akár az import háromnegyedét is kiteheti, tehát elképesztő az a kitettség. És ami ennél súlyosabb az az, hogy kevés beszállító irányába történt meg ez a kitettség. Ennek érdekében liberalizálni próbálta a piacokat, és próbálta az amerikai beszállítókat is versenyképes helyzetbe hozni. Ez sajnos nem sikerült egészen az energiaválság kirobbanásáig. És itt a nagy kérdés az az volt az elmúlt időszakban, hogy az energiaválság, illetve hát az ezt követő orosz-ukrán háború, az föl fogja gyorsítani azokat a törekvéseket, amelyek például a függetlenedés irányába mutatnak, illetve föl fogja gyorsítani azokat a törekvéseket, amelyek meghatározzák az Európai Unió zöld politikáját. Hiszen a megújuló energiára való átállás az egyfajta függetlenedésként is értelmezhető, hiszen minél több megújuló energiát használunk, annál kevesebb fosszilis energiaforrásra van szükségünk, mondja az Európai Unió. Azonban sajnálatos módon ez is egy téves állítás, hiszen az időjárás függvényében megújulókat valamivel ki kell egyensúlyozni, tette hozzá Litkei Máté, klímapolitikai igazgató. Hiszen amikor az időjárási kondíciók nem megfelelőek, akkor valami gyors reagálású kapacitást kell beépíteni a rendszerbe, és ez jellemzően gáz volt az elmúlt időszakig. És jellemzően orosz gáz. És ezt fogjuk most fölváltani cseppfolyósított földgázzal, aminek sokkal nagyobb a karbonlábnyoma, illetve a széntüzelésű erőműveket tovább fogjuk bent tartani a rendszerbe, egész egyszerűen azért, mert azt az energiát, amit az orosz gáz kiesésével valahogy pótolni kell, azt akár úgynevezett piszkos energiával is pótolnunk kell. A következő időszak nagy kérdése nem az lesz, hogy tiszta energia lesz-e, hanem hogy lesz-e egyáltalán energia. Így rövid távon akár mennyire is elkötelezett az Európai Unió a zöldítés irányában, az látszik, hogy a klímacélok mindenképpen háttérbe fognak szorulni, tette hozzá Litkei Máté, klímapolitikai igazgató, a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Központjának legutóbbi előadásán.